Call Center a Nyíregyházi Egyetemen. A szolgáltatást végző Nyíregyházi Társaság a szektor legnagyobb hazai cégének leányvállalata. A cégcsoport az elmúlt években jelentős növekedést produkált, 2022-ben a hazai szektorban egyedüliként tőzsdére léptek, szigorúbb szabályozói környezetben működnek, több infrastruktúrális beruházást és humán erőforrás fejlesztést végeztek. Erről a Qualcomm ZRT vezérigazgatója beszélt a Nyíregyházi Iroda ünnepélyes megnyitóján. 2021 végén, amikor belevágtunk a Nyíregyházi projektünkbe, a növekedési projektünkbe, a fokozódó megrendeléseinknek köszönhetően az állomány létszáma a Qualcommban 67 fő volt. Ma, közel 3 évvel később, körülbelül 215-en vagyunk a mai reggeli állapot szerint a Qualcommban, az eSense-ben pedig összesen 650-en, a nyíregyházi, a budapesti és a új, idén nyitott Miskolci irodánkkal együtt. Nagyon jó érzéssel tölt el minket, hogy társaságunk gazdasági érdekei jól összeilleszthetőek azzal a kormányzati törekvéssel, hogy egy hátrányosabb helyzetű régióban élők munkához jutását támogassa. Vinnai Győző országgyűlési képviselő többek között azt mondta, a térség gazdasági növekedéséhez hozzájárul a Qualcomm nyíregyházi létszámbővítése is. Jó döntést hoztak a tulajdonosok, a cégvezetők, hogy nálunk fejlesztenek. Szerintem is helyes lépés volt, hogy a kormány két alapon EKD támogatást, tehát beruházási és képzési támogatást is adott, mert így a cégnek is lehetősége van, hogy új lehetőségek nyíljanak meg, ne csak magyar nyelven, hanem angol nyelven is tudjon szolgáltatni. Hiszen a Qualcomm ZRT a régió meghatározó telemarketing szolgáltatója, és ha jól tudom, akkor Magyarország egyetlen tőzsdén is jegyzett call centeres cégének, az eSense-nek a 100%-os leányvállalata. A Qualcomm irodájának ünnepélyes megnyitóján részt vett Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, aki elmondta, Magyarországon 201 üzleti szolgáltatóközpont működik, az ágazatban dolgozók száma pedig az elmúlt 5 évben megduplázódott, ami jelenleg 100 000 munkavállalót jelent a szektorban. A mai napon egy olyan bejelentést tehetünk itt, olyan eseményen vehetünk részt, amelynek nyomán a magyar üzleti szolgáltató szektor tovább erősödik, azáltal, hogy a Qualcomm 100 fős bővítést hajtott végre. Így itt a Nyíregyházi Egyetemen már egy jelentős, alapvetően fiatal munkavállalókat felvonultató üzleti szolgáltató központ működése kezdődhetett meg. Ez egy 1 milliárd forintos beruházással létrejött üzleti szolgáltató központ bővítés, amelyhez a kormány 300 millió forintos támogatást biztosít. A beruházási programból részben a dolgozók továbbképzését finanszírozzák majd. Többek között az idegen nyelv ismeret fejlesztésével a külföldi ügyfelek számát is növelné a cég. A tárcavezető elmondta, a kormány az elmúlt 10 évben 104 üzleti szolgáltató központ létrehozását, kapacitás bővítését támogatta, ezen vállalatok 55%-a pedig további beruházásokat tervez.